csökkenti egyik tanévről a másikra. Mindez a két egység együttesen szakértői vélemények szerint azt jelenti, hogy 5-7 év alatt 100 000-rel kívánják csökkenteni a felsőoktatási hallgatóság létszámát, ami semmilyen módon se a magyar felsőoktatásnak, se az országnak nem érdeke. Különösképpen furcsa ez akkor, amikor jövőre hazánk első alkalommal az Európai Unió soros elnöke, na mi leszünk az egyetlen olyan tagállam, amely olyan felsőoktatási célt tűz ki maga elé, hogy egyre kevesebb felsőoktatási hallgató legyen. A másik igen jelentős lépés a felsőoktatási intézmények mellett működő gazdasági tanácsok szétverése. A gazdasági tanácsok felállításával az volt a célunk, hogy az elméleti, a felsőoktatási képzés és a gazdasági élet között szorosabb kapcsolatot teremtsünk. Itt van előttem a kormány előterjesztés, ez is valami elképesztő. A kormány számára készült előterjesztés, amely még nem került beadásra, de az interneten már hozzáférhető. Itt van néhány oldallal arrébb a miniszterelnök úr neve, 2011. januári dátumozással Orbán Viktor nevének kinyomtatásával a koncepció elfogadását tartalmazza ez a kormány előterjesztés. Na ez az előterjesztés azt írja, idézem, hogy a káder temektőként szolgáló gazdasági tanács tagjai részéről ellenállás várható, megjegyzem, másoknak. Na hát kik is vannak ezekbe a gazdasági tanácsokba, kik nyugszanak a kádertemetőkben? Volt és mai tagokat mondok. Parrag László, éppen most kötik meg vele az egyezményt, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Járai Zsigmond, az önök volt pénzügyminisztere. Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója, joggal augusztus 20-án éppen most tüntették ki az egyik legmagasabb kormánykitüntetéssel, itt meg ön, tisztelt államtitkár asszony, kádertemetőbe utalja. Inotai András, a Világgazdasági Kutatóintézet vezetője. Glac Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Boks Erik, a gazdasági élet egyik meghatározó tagja. Önök azt írják őróluk, hogy kádertemetőként szolgáló gazdasági tanács tagjai. Azt gondolom, hogy ez nem méltányos, ez rossz irány. Az interneten több helyen a törvénytervezet mellett, illetve a törvénytervezet ellen gyűjtenek aláírásokat. Ma 3-9-ig, akik tiltakoznak, 41.318-an vannak, két portálon, akik támogatják, az egyiken 5, a másikon 13, összesen 18 jelentkező. Arra kérem, államtitkár asszony, vonják vissza ezt a tervezetet. Ez a tervezet rossz, nem szolgálja Magyarország érdekeit. Köszönöm szépen. Kormány nevében Hoffmann Rózsa államtitkárasszony készül válaszolni. Államtitkárasszony. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Tudatában vagyunk annak, hogy nagy felelősséget vesz magára mindaz, aki egy ilyen nagy rendszernek, mint akár a köz, akár a felsőoktatás rendszerének az átalakításába belefog. Ezért én magam is osztom az ön aggodalmát, hogy vajon jó irányban indultunk el, de miután a felelősségünknek tudatában vagyunk, ezért szokatlan módját választottuk a törvény előkészítésnek, és nem azt tettük, amit a korábbi években tapasztaltunk, hogy néhány politikus összedugta a fejét és kitalálta, hogy mi a jó Magyarországnak, hanem a legilletékesebbeket a magyar professzori karnak a javát hívtuk össze, pártállástól függetlenül, szocialisták, fideszesek egyaránt voltak köztük, de nem ez volt a szempont, akik a törvény koncepciójának az alapanyagát egyetértésben lefektették. Ön azt mondja, hogy nagy húzavona után került nyilvánosságra. A húzavonának nem mi vagyunk az okozói, hanem az a sajnálatos magyar tisztességtelen gyakorlat, hogy munkaanyagokat előszeretettel szellőztetnek meg egyesek, amikor még olyan stádiumban vannak, amik nem a nyilvánosságnak szántak, hiszen még a párbeszéd szakaszában vannak. A végleges hivatalos verziót múlt hét csütörtökén tettük ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a honlapjára, hangsúlyozom, vitaanyagként.
Nem arról van tehát szó, hogy egy lezárt koncepciót védünk mindenáron, hanem azt szeretnénk, hogy a társadalom minden képviselője nyilvánvalóan elsősorban az egyetemi főiskolai szférában érintettek, formáljanak véleményt, szóljanak hozzá annak érdekében, hogy egy jó törvény szülessen. Most ön a napirend előtti hozzászólásában megemlítette, a címében megemlítette a munkanélküliségnek a veszélyét. Itt most az elhangzott 5 percben ugyan erről nem szólt, de szükségesnek tartok mégis erre is reagálni, mert hiszen ez visszatérő témája az ön nyilatkozatainak. Igen, tudjuk, hogy a diplomások között arányai tekintve sokkal kevesebb a munkanélküli. De nem akarom ismételni most itt a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének adatait, nyilvánvalóan önök előtt is ismertek. Tény, hogy a fiatal diplomások között is sok ezer számra vannak munkanélküliek, ami önmagában logikusan azt bizonyítja, hogy magában véve a diploma természetesen nem jelent garanciát arra, hogy munkát vállalhatnak, de megismétlem, mi is tudjuk, hogy jobb az esélye a munkaerőpiacon elhelyezkedni annak, akinek diplomája van. Na már most azt egyszerűen nem látom, és nem értem, és teljesen érthetetlen számomra, hogy miből olvassa ön ki, hogy ennek a törvénykoncepciónak az a szándéka, hogy csökkentsük az egyetemi férőhelyek számát. Ilyen szám, ilyen gondolat, ilyen utalás nincs benne. Egyenesen elképesztő az, amit ön mond, hogy 100 000 számmal el akarjuk, csökkenteni akarjuk a hallgatók számát. Képviselő úr, ne haragudjon, azt kell mondjam, hogy valószínűleg nem pontosan érti azt a szöveget, ami megjelent. Hagy mondjam el, egyetlen egy konkrét adat van benne a számokat illetően, és akkor nem tudom, hogy ezen miért kell nevetni. Azt vállaltuk, hogy az államilag finanszírozott férőhelyek számát a mindenkori érettségiző létszám 45%-ában határozzuk meg. Plusz-minusz 5% eltéréssel, éppen azért, hogy ne merevítsük be a rendszert. Hangsúlyozom, ez az induló létszám és az államilag finanszírozott keretszám. Ezen felül vannak azok az ezrek, akik önköltséges alapon végeznek. Ez a szám körülbelül ugyanazt a nagyságrendet jelenti, amelyet most mutatnak az egyetemi statisztikák. Az Európai Uniónak 2020-ra van egy olyan irányelve, hogy a 30-34 éves korosztálynak 40%-a rendelkezzék diplomával. Ez az egyetlen egy konkrét szám, ami a törvénytervezetben szerepel. Ez kellő garanciát biztosít arra, hogy ezt az Európai Uniós irányelvet nemhogy teljesítjük, hanem felül fogjuk teljesíteni. Ami a gazdasági tanácsokat illeti, igen, hát nem szerencsés ilyen munkaanyagokat kiszivárogtatni, de ha már ön neveket emlegetett, akkor én is említhetek Draskovics Tibort vagy Bokros Lajos, de nem a személyek a fontosak, hanem az, hogy a gazdasági tanácsok az államnak több mint 100 millió forintjába kerültek, ugyanakkor 20 egyetem egyértelmű megszondázása alapján arra következtetésre jutottunk, hogy tényleges hasznot nem hajtottak. Ezért nincs rájuk szükség, de működhetnek önkéntes alapon, társadalmi alapon. Igen, segítsék az egyetemnek a működését, önt pedig és minden tisztelt képviselőtársamat arra kérem, hogy építő módon szóljon hozzá a vitához, és majd meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő ez ügyben. Köszönöm szépen. A Jobbik frakciójának napirend előtti felszólalása következik. Gaudi Nagy Tamás képviselő úr, 20 évet a 20 évért, azaz legyen végre elszámoltatás ne csak az elmúlt 8 év, hanem az elmúlt 20 év nemzetellenes bűneiért címmel. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház! Az ügy, amiben felszólalok, azt gondolom, hogy a társadalom egyik legfontosabb és legégetőbb kérdése. Ezt addig fogom tenni minden alkalommal, amíg valóban el nem éri végre azt a szintet, az a joghelyreállítás, amit még mindig csak nyomaiban tapasztalunk. Itt nem lehet személyekre szóló felelősségről beszélni, nem akarok leragadni annál, hogy most miért Papcsák Ferenc távozik, és miért jön helyébe Budai Gyula, ő jobb vagy nem jobb, vagy egyáltalán kik azok a személyek, akik az elszámoltatást végzik. Egy a lényeg, a Jobbik Magyarországért Mozgalom meghirdette programjában a Pongrász Gergely Igazságtételi Központ felállítását, ugyanis ha mi
megkaptuk volna a választópolgárok bizalmának többségét, akkor első perctől fogva egy olyan intézményrendszert hoztunk volna létre, amely szisztematikusan és következetesen tárja föl és folyamatosan teszi meg azokat a lépéseket, amelyek az elmúlt 8 év, és ráadásul az elmúlt 20 év nemzetellenes bűneinek, felelőseinek felelősségre vonását eredményezi. Mert mi történt eddig? Eddig egy látványos média támogatással néhány ügy nyilvánosságra került, Sukurói ügy többek között, amely valóban joggal és méltán háborította fel a magyar emberek többségét, akik úgy érezték, hogy ez már végképp megengedhetetlen, hogy ugye a kölcsönösség hiánya nélküli jogviszony, amely Magyarország és Izrael viszonyát jellemzi, ugye csupán azt jelentette volna, hogy izraeli befektetők Magyarországon teljes körű és gátlástalan pozíciószerzést élvezhessenek, ugyanakkor magyar vállalkozók még csak álmukban sem gondolhatnak arra, hogy Izrael felé gondolkodjanak. Ugyanakkor az igazi áttörések még elmaradtak. Hát én azt gondolom, hogy Papcsák Ferencnek tényleg valóban nehéz dolga volt, de ugyanakkor azt is látom és érzékelem, hogy nincs elég eszköze, és nincs elég befolyása, és nincs elég erőforrása arra, hogy ezt az elszámoltatási munkát végrehajtsuk. Mert végül is mi történt? A legrosszabb, ami előfordulhat az, hogy konzerválódnak az elmúlt 20 évben kialakult tisztességtelen vagyonszerzési viszonyok. Bárhol járom az országot, és ugyanígy van a frakciótársai mindegyike, hogy az emberek számára a legbosszantóbb és legvérlázítóbb az, hogy igazából bármi történhet itt az országházban, bármilyen jogszabályt elfogadhatunk, de ők azt tapasztalják, hogy a helyi zöldbárok, a helyi vörösbárok, a helyi kiskirályok hatalma lényegében megtöretlen, hiszen ők a földkiosztások során, a rabló-privatizáció során jó időben, jó helyen voltak, és azokat a tisztességtelen privatizációs szerződéseket, amelyekkel fillérekért szerezték meg, azokat a milliárdos vagyonokat, amelyekkel többek között nem csak hogy jól éltek, ugye, hanem ugye lényegében saját zsebükre, hanem ráadásul vissza is éltek, mert nem voltak képesek például a környezetvédelmi szabályokat ugye betartani, és ennek köszönhető többek között ugye a vörösi szab katasztrófa is. Tehát nyilvánvalóan válik az emberek számára, hogy nem lehet egy igazságon alapuló társadalmat felépíteni egy jogherealitás nélkül. A jogherealitás totális mértékben gondoljuk, indulva egyrészt az alkotmányossági vonalról, a Szent Korona tanon alapuló történeti alkotmányosság helyreállítása, de a jogherállításnak a másik szintje, az elmúlt 20 év érintetlenül maradt viszonyait nem lehet feltáratlanul és orvosolatlanul hagyni. Tehát igenis ezek a rabló-privatizációs szerződések felülvizsgálandók, igenis az elmúlt 8 év szisztematikus jogsértéseinek a felelősségre kell vonni. Mert mi történt? A 2006 őszi albizottság, amelynek magam is tagja vagyok, egy nagyon ígéret munkát végzett, 12 meghallgatás keretében meghallgatta a felelősöket, majd elkészítette egy jelentést, ami megdöbbentő módon lényegében félúton megállt. Nem vonta le azokat a következtetéseket, amelyek a felelősségre vonáshoz szükségesek, ezzel ellentétben lényegében egy felmentő megállapítást tesz Gyurcsány Ferenc tekintetében, mégpedig azt mondják a jelentésben, hogy nem volt tisztában hatáskörében. Sőt, mi több azt is mondják, hogy demokratikusan választott legitim rendszerről volt szó, amelyel szemben a tiltakozás, az erőszakos ellenállás nem volt lehetséges. Ugye az erőszak ellen a békességért szellemben fogadták el azt a bizonyos békeharcos határozatot 2006. szeptemberében Fidesz-KDNP tagja is, amely után aztán megindult ez a véres erőszak. Tehát, és ehhez képest azt látjuk, hogy jogvédőket vonnak most sajtótámadás alá, ma is sajtószer újságban is, ugye azt látjuk a Magyar Nemzetben, a legfontosabb téma, hogy éppen a budaházi csoport mit csinált, ki tudja mit csinált 2-3 évvel ezelőtt, elhallgatják azt, hogy milyen tisztességtelen módon folytak és folynak az előzetes letartóztatások, például Gerép Ágnes, ugyanúgy áldozata ennek a tisztességtelen rendszernek, mint amelynek azok is áldozatai voltak, akik ellenállást fejtettek ki az előző rendszerrel szemben. Tehát összességében a kormány nem hunyhat szemet ezek fölött a jogsértések fölött, és a legitimáció a percek alatt porba fog hullani, hogyha az igazság tételt nem hajtja végre. A kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr jelentkezik szólásra. Államtitkár úr, önnél szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Abban szerintem egyetértünk mindnyájan, hogy itt az elmúlt évek, főleg az elmúlt 8 év igazságtanságainak a kivizsgálása az nem egyik vagy másik pártnak az érdeke, hanem közös demokrácia érdek, hiszen valóban, hogyha ezekben a
az ügyekben nem lép a